A kapcsolatot tartani kell, meg tartjuk is, mert hát vannak kötődéseink, és hát talán ez segíti a Rábé Kübekháza új határátlépő is, ami pénteken nyílt meg, ugye Szerbia és Magyarország között. Mindenki azt reméli, hogy ezzel majd csökken az átkelőkre nehezedő teher, a helyieknek fellendülést hoz majd gazdaság és idegenforgalmi téren. Most ön szerint, ugye az évvégi karácsony közeli hajrában, meg az elkövetkező nyári idényben, amikor majd megint roham lesz, meg tömeg lesz, ahogy szokott is, és idén is volt, beválthatja-e a hozzáfűzött reményeket, ígéreteket ez az átkelő, vagy nem? Egy átkelő megnyitása az mindig egy borzalmasan hosszú és összetett munkának az eredménye. Az utóbbi 6 évben ez volt a 4. határátkelő, amit megnyitottunk. Ez azt gondolom, hogy egy impozáns teljesítmény, és mondjuk a 4-ből 2,5-3 olyan, amit ha mi a Vajdasági Magyar Szövetség nem szorgalmaztunk volna, akkor nem biztos, hogy bárkinek is eszébe jutott volna. Ilyen szempontból akár a Rábé Kübekháza határátkelő megnyitását, akár az összes többit, ami itt az elmúlt 6 évben megnyílt, egyrészről politikai értelemben, pártpolitikai értelemben a mi sikerünként éljük meg. Ami ettől fontosabb, hogy mit fog ez a határátkelő, ami most 4,5 millió eurós beruházás eredményeképpen megnyílt, mit fog ez eredményezni? Mindenek előtt azt fogja eredményezni, hogy fölpesdül az élet abban a térségben, ahol az út végig vezet a határátkelőig. És erre, ha van térség, aminek szüksége van, akkor ez az Észak-Bánáti térség egészen biztos, hogy ilyen. Én ismerem azt a térséget, mert onnan származom. Láttam most a határnyitás napján, hogy a falubeliek, a helybeliek, magyarok, szerbek hogy élték ezt meg. Ez a határátkelő megnyitás azt eredményezi, hogy onnan abból a pici faluból 20 perc alatt el lehet jutni Szeged központjába. És fordítva, ez egészen biztos, hogy alapjaiban fogja megváltoztatni annak a kistérségnek a perspektíváit. Ott, ahol határátkelő van, ott, ahol jönnek, mennek az emberek, ott a bódban is van forgalom, ott előbb-utóbb valaki úgy gondolja, hogy talán érdemes ott élni és Szegeden dolgozni, vagy valahol máshol. Azt gondolom, hogy ezzel egy teljesen más perspektíva fog megnyílni annak a kistérségnek, és többek között ezt azért állítom, mert ugyanezt látjuk mindenhol máshol, ahol az elmúlt években határátkelő nyitásra, vagy pedig bővítésre került sor. A másik dolog, ez egy örökzöld kérdés, ez a határhelyzet, vagy a határátjárással kapcsolatos helyzet. Ez egy olyan határátkelő fog lenni, amelyik reggel 7-től este 7 óráig lesz nyitva, és ahol a két ország állampolgárai tudnak áttérni, vagy átmenni a másik országba, ugyanolyan kategóriájú fog lenni, mint a Királyhal másodhalom, vagy a bajmoki határátkelő, vagy pedig a rasztinai valahol egészen fönt Nyugatbácskában. Az a meggyőződésem, hogy nem elsősorban a határátkelők száma az, ami meghatározza a határon uralkodó állapotot, hanem az, hogy a határellenőrző szervek hogy végzik a munkájukat. Nekem borzalmasan kellemetlen, hogy arra kényszerülök, hogy folyamatosan az üggyel kapcsolatban kellemetlen mondatokat mondjak ki. De azt gondolom, hogy sem magunknak, sem a közvéleménynek nem hazudhatunk. Én azt látom, hogy a határellenőrző szervek, a magyar oldalon levő határellenőrző szervek bojkotálják a munkát. Nem tudok rá más magyarázatot adni, és ezt nagyon-nagyon sikeresen teszik. Azt látom, hogy mindegy, hogy az ember a napnak melyik szakában megy, mindegy, hogy melyik irányba halad, mindegy, hogy az évnek milyen szaka van, folyamatos a hosszú várakozás, mindig csak a magyar oldalon, legyen szó bemenetelről vagy kijövetelről. És én ezt úgy tapasztalom, mert hogy én is ott járok át és figyelek, hogy túl lassan, túl körülményesen, hogy is mondjam, a kedvnek a jelét nem adva, a hatékonyságra való törekvésnek a jelét nem adva végzik a munkájukat. Úgyhogy, ha itt valaki azt gondolja, hogy több határátkelőt kell nyitni, valóba kell. De attól még az az állapot, amit folyamatosan látunk, nem fog megváltozni. Szerintem
vagy a szabályok nem jók, vagy a belső standardokkal van gond, vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy azok, akiknek az a dolguk, hogy gyorsan, hatékonyan, minden körülményre odafigyelve, a biztonságot is figyelembe véve intézzék a dolgot, azok nem úgy intézik, ahogy kellene. Akárhogy is erről beszélni kell, tehát tudom, hogy többször felhoztuk ezt a témát, de... Majdnem minden alkalommal. De hát ha ez is segít, ez is egy fórum ahhoz, hogy valakinek a fülébe eljusson, aki tehet ebben az ügyben, mert ugye ez folyamatos probléma. És ráadásul még vannak újdonságok is, mert hogy egy ilyen információ borzolta a kedélyeket az elmúlt napokban, hogy december közepétől lehet, hogy néhány almát, vagy egyetlen fürt szőlőt sem vihetünk át, így magánszemélyként sem Magyarország Szágra, meg az Európai Unióba, mert hogy az EU tagállamainak december 14-től be kell vezetniük egy szigorítást, amelynek a célja, hogy a növénykárosítókat, a terjedésüket megakadályozzák. A helyi termelők és hát az utazók is fel vannak háborodva. Ön hogyan vélekedik erről? Hallottam én is erről, és megpróbáltam utána járni, hogy akkor itt mi a helyzet. Az igazság, hogy ilyen szabály mindig volt. Tehát a növénykártevők elleni védekezés az mindig a határátkelési procedúrának egy fontos eleme volt. Ilyen tekintetben én nem látok újdonságot. Másrésztről nem tudom elképzelni, hogy őszinte legyek, hogy a határellenőrző szervek, a vámosok például elkezdik majd kutatni az autót, és akinél almát találnak, akkor el fogják dobatni. Nem tudom elképzelni. Úgyhogy látjuk majd, hogy ez hogy fog kinézni, de azt gondolom, hogy nem kell mindig a legrosszabbra gondolni. Egész biztos, hogy kereskedelmi mennyiségű gyümölcsöt nem lehet majd átvinni a határon, de eddig se lehetett. Azt viszont nem tudom elképzelni, hogyha az ember utazik és visz két almát, vagy háromat útra, vagy szőlőt útra, azt utána el fogják vele dobatni. Nem tudom ezt elképzelni. De azok a magyar határőrök, akik ugye eleve hát elég ráérősen, kicsit bojkottálva a munkát tevékenykednek, azok lehet, hogy ezt kihasználják. Lehet. Hogy akkor most kutakodnak egy-egy alma után, és ezzel még tovább tart majd a határellenőrzés. Ez nincs kizárva, ez lehet, hogy így fog lenni, de ha így fog lenni, akkor azt gondolom, hogy ugyanazt tudjuk tenni, mint amit itt ebben a műsorban is folyamatosan teszünk, hogy bármennyire is kellemetlen, erről folyamatosan beszélni fogunk. Azt gondolom, hogy ez nem életszerű, ez nem volna normális, hogyha így volna, és hogyha nem normális, akkor azt gondolom, hogy nem kell szó nélkül elmenni fölötte. Az áfa visszaigénylése is változik. Ugye módosítják azt, hogy az adott termékből hány darabra lehet majd visszaigényelni az áfát. Ezt is uniós szabályokra hivatkozva teszik. Az utazók is, akik eddig visszaigényelték, azok szintén elégedetlenek. Ön szerint? Én hallottam erről a szabálymódosítási folyamatról, megpróbáltam utána érdeklődni. Azt szeretném öntől kérni, hogyha lehetséges, akkor a következő jövetelem alkalmával esetleg térjünk erre a dologra vissza, mert sommás mondatokat, illetve általános mondatokat nem kívánok mondani, mert ez egy fontos dolog, rengeteg ember van, aki azzal foglalkozik, hogy a magyarországi árut áfa visszatérítéssel értékesíti itt a piacon. Ennek millő egy vetülete van, van, aki számára ez jó, van, aki számára ez nem jó, van, aki azért küszködik, hogy ez így maradjon, van, aki azért, hogy ez megszűnjön. Különböző érdekeltségek vannak az üggyel kapcsolatban, de az érdekeltségektől függetlenül azt gondolom, hogy az elkövetkező pár napban talán kikristályosodnak itt a csapásvonalak ezzel a módosítással kapcsolatban, és akkor erről részletesebben tudnék esetleg beszélni. Jó, rendben, visszatérünk. Köszönöm rá. Szépen. Hát akkor térjünk rá a szabadkai fejlesztésekre, illetve az útkarbantartásra néhány perc erejéig csak. Ugye Szabadka szívében július elejétől fogva dolgoznak a Maxim Gorki úton, és hát ugye nem nagyon irányítja a rendőrség ott a forgalmat, vannak fennakadások a közlekedésben, a gyalogosok is félbe mennek át a zebrán, nem is üzemelnek ugye a villanyrendőrök, és hát ráadásul most már ásnak is az átkelőnél, tehát ott is folynak a munkálatok. Ugye arról volt szó, hogy december közepéig fejezik be, azt hiszem, a munkálatokat, és most azt mondják, hogy a munkálatok első fele készül el. Na most persze, hogy szükség van a felújításra, meg hogy kiszélesítsék az utat, meg minden, de erről mi a véleménye? Naponta találkozom ezzel az állapottal, de hát akkor, amikor ilyen nagy munkát végeznek, és közben az
úttest a forgalomban van, használat alatt van, akkor ezek a kellemetlenségek, ezek megkerülhetetlenek, ezek a dolognak a részét jelentik, de nem látom, hogy ezt másképp hogy lehetne megoldani. Tehát arra szeretnék kérni mindenkit, hogy bármennyire is bosszantja ennek az állapotnak a régóta tartása, talán annak örüljünk, hogy ez be fog fejeződni, és akkor még egy sáv fog lenni, amin jobbra lehet majd kanyarodni a Strossmayer utca irányába, illetve az, amit én tudok, hogy az egész központ, a központnak ez a része az teljes mértékben bekamerázásra kerül, nem csak közlekedés biztonsági szempontból fontos ez, hanem meggyőződésem szerint általános biztonsági szempontból is, a tanítóképző miatt, a posta miatt, sok minden egyéb más miatt, ennek a forgalmi pontnak a fontossága, a frekvenciája miatt. Én nem tudok arról, hogy ezek a munkálatok tovább tartanának, mint ahogy az leszerződésre került. A szerződés alapján, mivel alkalmam volt betekinteni, mert én is hallottam ezeket az észrevételeket, az elégedetlenséget, érdekelt az, hogy ez most milyen állapotban van. A szerződés alapján a munkálatok befejezésének a határideje ez év december 25-e, és én biztos vagyok benne, hogy ez így is fog lenni, ez különben egy elég nagy volumenű beruházás, mint egy 73 millió dinárba kerül, és hát amikor meg lesz, akkor azt gondolom, hogy könnyebben fog rajta folyni, és biztonságosabb lesz az a közlekedés, amint bonyolódik.